Vannak bizonyos kritériumok, de van amikor méreten alul lövök, előfordulhat. Rájöttem, persze, mivel férfi vagyok, a szememen keresztül ugye az első impulzus, a lányokat meg a fülükön keresztül, ez nagyjából nálam működik, kb. Na, vigye, várjál, újra kell fogalmaznom az egészet. Nem, hogy nekem egy fontos, nagyon fontos dolog van, hogy ne idegeljen ki két hét alatt, és hogy kevés az, mindenkinek az kevés, fontos. Hogy így van, hát nem mindenkinek. Kevés az, hogy szép, mert valaki a kirakatot szereti, érted? A szőke üléshúzatot, hogy meg se szólalj benne meg inkább. Anya, tehát én azt nem viselném el, mint hogy te se valószínű, hogy túlélnéd. Nem. Hát hogy... hiába szép, hogyha dili. Igen, megváltoztak szóval, hogy... az igényparaméterek. Édes hármas. Egyedül unalmas beszélgetni. Ketten snosz. Na de hárman. Édes hármas. Kaszás Attilával. Köszöntöm a hallgatókat, ez a Spirit FM 92.9, benne pedig a hárman párban. Mai két vendégem Márton Gábor, előadóművész, és Heinz Oliver, polihisztor. Maradjunk ebben, mert... De hogy... úgy volt, hogy ő is az. Nem, most majd a második részben megcseréljük. Az urakat, ha röviden össze akarom kapcsolni, hogy az Kiton produkció, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük a legelején. Gábor... Én a Stereo 2.0-ban láttam először az arcod. Hú, igen. És ott van nekem egy érdekes szám a fejemben, van egy videóklip, minden más. Minden más, igen. 4,9 milliós megtekintés. 2009-ben, igen, így van, az akkor még nagyon nagy szám volt, most is az tény. Igen, ez egy 2009-es projekt volt, egy ilyen szerelem projekt, amiben részt vettem. Nagyon, nagyon élveztem azokat az éveket, jó volt. A hirtelen jött siker egy kicsit így átállította az agyamat arra, hogy is kell viselkedni ebben a szakmában, meg hogy... Szóval nagyon sokat tanultam abban az időben, amit most tudok kamatoztatni talán, én azt mondom, úgyhogy az egy nagyon jó időszak volt, csak mint minden jó dolog egyszer véget ér, és kezdődik valami új, vagy abból születik valami új. Nem beszéltük át rendesen, hogy miről ne beszéljünk. Igen. Hiába tértünk ki rá, jött minden. Mindig van olyan. Alapvetően a kiszállásnak az volt az oka, hogy saját megvalósítás, vagy saját ötlet, vagy... Hát igazság szerint a legfőbb oka az talán az volt, hogy egy idő után már nem éreztem magaménak a projektet, szóval nem feltétlenül abba az irányba mentünk, amit én szerettem volna képviselni, akár zeneileg, akár emberileg, de ez most mondom teljesen lényegtelen is. Viszont akkor abban az időben nekem muszáj volt váltanom, muszáj volt valamit, mert úgy éreztem, hogy már belefásultam abba az életvitelben, amit akkor folytattam, és tök jó időszak volt, amikor egy kicsit azt így félreraktam, ezt a zenei részt, és egy kicsit mással tudtam elkezdeni foglalkozni, és akkor kezdtük el a Skitont megvalósítani, megálmodni, és megzenésíteni. Igen, majd egy musical lesz belőle, hamarosan, remélhetőleg. De hogy tényleg mindig kell egy töréspont ahhoz, hogy az ember valami újat tudjon felépíteni, és akkor én ezt pozitív élményként fogom fel, és mindenre pozitív van, emlékszem vissza. De kellett az, hogy ez a Skiton megalakuljon ahhoz, hogy a Stereo is eljusson valameddig, szóval, hogy mindennek megvan az okokozati tényezője. Mm. Oliver, nálad még visszábukkanik az időben. Szélsőséges, vállalhatatlan, és ilyen jelzőket mondtál gyerekkor. Honnan tudsz róla? Igen, meg tarthatatlan, meg ilyen szavakat használtál. Mondj egy extrém példát. De mikor használtam én ilyeneket? Egy riportban, de több riportban egyébként. Jogos, még most is el. Kutatómunkát végeztek, Attila azért itt felkészült. Ez nagyon gáz. Ez még mindig így van, szerintem anyukám is tudja. Néha még azért ő is odaír, hogy hülye gyerek vagy, de legtöbbször csak egy szívecskét dob a mesztelenkedős képeimre. Igen, Oliver, szereti megbotránkoztatni az online társadalmat. Is. Meg a de ez közvetlen. Már így fizikálisan az általános iskolában is így volt, meg így, tehát hogy sok helyen ez már jelentkezett gyerekkorban? Hát szélsőséges viselkedésem persze általános iskolában is volt, de szerintem... tejfakasztóra hívnak. Tényleg. De inkább... Akkor mindenféleképpen vegyük föl, mert... Az általános...
az általános iskola második felére, meg főként a középiskolában kristályosodott ki, hogy tarthatatlan a gyerek, hogy nem hülye, csak nem tud viselkedni. Az a kategória voltál, akit most a hiperaktív kategóriába bele... Igen, nem diagnosztizált, figyelemhiányos... Vagy már mondva ADHD. Igen, vagy nem diagnosztizált, nem diagnosztizált, hiperaktív és ADHD, és igen, valószínű. De én ezt már tudom kontrollálni. Hogy szeretne egy hiperaktív gyermek kézikönyvkötő lenni? Tehát, hogy ezt így nem tudom összerakni. De hogy fel vagy készül? Hát nem én szerettem volna, a családban volt, és a szüleim úgy gondolták, hogy ha ülök, akkor nem csinálok galibát, biztos. Tehát kézikönyvkötő lettem, igen. Szép szakma, de soha nem dolgoztam benne. Ez nálam is hasonló. Sőt, ráadásul az utolsóként, egyik utolsóként tanultátok, mert utána ennek nem nagyon volt már több, igen. Vagyis volt már, de nem tudom meddig, aztán az iskola be is zárt, valami kínai iskola lett helyette. Szerintem már, nem is tudom, már csak nyomtatott, soha nincs is képzés, nyomdaipari képzés. Nem tudom. Nem nagyon. Nálad hogy volt? Mert mondtad közben, hogy... Ja, nem, csak én is hasonlóan, mert ugye a szakmám van nekem is, pékcukrász vagyok hivatalosan, de körülbelül 30 napot dolgoztam összesen ebbe a szakmába, elég is volt. Ez csak egy ilyen véletlen folytán kerültem bele, mert hogy... Ki generálta a véletlent? Hát én. Uh-huh. Szóval nem véletlen, de hogy én generáltam magamnak, mert én alapvetően egy drámatagozatos iskolába jelentkeztem, csak ennek volt egy ilyen élelmiszeripari részlege is, és a drámatagozatból én ott megbuktam, mert nem sokat jártam be az iskolába, mert akkor kezdődött nekem a Repszínház nevezetű projekt, ahol találkoztunk Olivérékkel, meg az otyával is, és akkor egy kicsit link voltam az iskolával, mert engem csak a zene, a színpad, meg a művészet érdekelt konkrétan. Ezt hozod a családból valahonnan? Tehát van művész a családban, vagy zenész, vagy... Igen, a nagypapám nóta énekes volt, édesapámnak volt egy rockzenekar a 80-as években, sőt, még a nagybátyámnak is, a nagybátyám egy nagyon híres punk zenész amúgy, de mindegy is. Szóval van, abszolút vannak ilyen felmenők, akik zenével foglalkoztak meg művészettel, és hát ezért így rám ragadt ez, én úgy érzem, és nekem ez szerelem. Talán ez az egyetlen nagy olyan szerelem, amit sose fogok elengedni. A kreativitás, Olivier, az rányomta a bélyegét, mert ugye volt rajzfilmkészítés, festészet, minden egyéb, tehát hogy így megyünk tovább az életedben, akkor ez így végig azért így a önmegvalósítás, a kreativitás. Jelen volt. Én általános iskolás koromban kezdtem el így írni, illetve képregényeket rajzolni, ez így megmaradt, aztán rajzot tanultam, festészetet, rajzfilm animációt, ilyen-olyan. Majd szoktatok sipolni? Nem, persze. Ilyen művészbuzi vagyok, és hogy ilyen az orientációm, na erre kérdeztem rá. és ez így megmaradt, csak átalakult bennem. A nyomdaipar egyébként hozzáteszem, hogy tök sokat segített nekem a kamerán keresztüli látásmódban, a fotózásnál is, meg mondjuk a videókészítésnél, tehát az operatőri munkáknál, mert az aranymetszési szabályokat és bizonyos szabályokat, ami a nyomdaiparban is... vannak, amiket tartani kell, annyira belénk verték, vagy belénk ívódott, hogy egyszerűen fáj a szemem már, hogy rosszul vagyok, ha nem úgy néz ki valami, tehát arányaiban. Úgyhogy ez tök jó volt, végül is adott nekem valamit a nyomdaipari suli, ami soha nem gondoltam volna, hogy használni fogok. De egyébként rigolyás vagy, tehát hogy ez amikor bejöttünk, akkor is kiderült már, hogy te a sarokba szeretnél ülni. Igen. Sok ilyen dolog van, amit... Lássam a kijáratot. Férfi vagyok azért, tehát igen, én vagyok a halovány határvonalon, hogy férfi testben vagyok, viszont a legközelebb a női lélekhez, viszont még heteroszexuális, szóval ez ilyen tulajdonképpen egy átok, és igen, de ettől függetlenül férfi vagyok, és szeretem látni a kijáratot, meg belátni a területet. Ez forgatásokon is fontos. Igen. Ebből van is vita egyébként. A forgatásokon, vagy nagyon. Nincs vita, ott szigor van. Ott szigor van. Térjünk vissza egy picit a Repszínházra. A több riportban mondtátok, hogy igen, a Repszínházban ismerkedtünk meg, de inkább hagyjuk. Ja, ez miért? Nem azért, mert hagyjuk, csak erről tényleg órákat lehetne mesélni, mert egy rendkívül ilyen szép időszak volt, amellett, hogy sok árnyoldala is volt ennek, de...
Talán a legszebb az, hogy megismerhettem a srácokat. Szóval összebarátkoztunk, és olyan társasággal ismerkedtünk meg, akikkel valószínűleg nem ismerhetnénk egymást ma, hogyha ez a repszínház nincsen. Például a Vastag Csabi, meg bár Vilsinszky Zotya, akivel megalapítottuk a Skitont. Úgyhogy onnan indult így valahogy minden. Ott épült ki ez a kis kemény mag itt a repszínházban. Csak... Az a baj, hogy abból a projektből nem lett úgy konkrétan semmi, pedig egy zseniális... Ti irányítottátok annak idején, vagy az? Nem, mi csak szereplők voltunk, és talán pont ez a baj, mert hogy már itt, mikor mi elkezdtük a Skitont, a srácokkal mondtuk, hogy most mennyire jó lett volna ezt megcsinálni, és még mai napig nem csinált ilyet senki. Vagyis hát csináltak, csak egy kicsit más szegmensből fogták. Ki csinálta ezt valójában? Ki volt a gazda? Mondjuk, hát a Varga Zsolti volt az ötletgazdája ennek az egésznek, az UFO együttesbe az UFO Zsolti, hogyha így másoknak így valamit. Szóval valahol én azt mondom, hogy a Zsolti nekünk egy kicsit talán a mentorunk volt ebbe a szakmában. Nem is kicsit, hogy végül is az volt. Főleg nekem, én 95-6 óta ismerem a Zsoltit, én nála kezdtem táncolni, és úgy onnan fejlődött ki nálam ez az egész, és aztán amikor 2004-ben a srácok odajöttek, már ott voltam ennél a társulatnál, mivel jó régóta ismertem a Zsoltit, és igen. Casting volt? Hát én elmentem egy castingra, és akkor engem ott beválogattak a mesélő szerepére. Aztán jött az Otya későbbiekben, mert akkor az Otya még táncosként került csak break. Föl. Break. Mert ő break-elt, break táncos volt. Ti milyen kategóriában? Én szövegíróként, meg én voltam a történet, lettem volna a történetnek a mesélője. Konkrétan. Narráció. Olivier volt a gonosz apuka, aki a fiatal lányt nem engedte, hogy a szerelmével együtt legyen. Viszont iszonyat nagyban voltam drogdíler, meg minden rossznak a megtestesítője. Nem volt feltétlenül hiteles a karakter, de mindegy, én voltam a legöregebb akkor is. Igen. De Olcsi az, ezek a szerepek neki nagyon jól állnak, úgyhogy... Táncból ragadt rád, mert amiket megnéztem... önálló klipek, ugye, amik már a szólókarrier kapunyítogat, ott azért táncolsz bőven benne. Tehát, igen, ezt is belénk verték azért elég keményen itt a repszínházba, ezt a táncot, de amúgy tök jó, mert én a hip-hop táncot alapból szerettem, szóval, hogy ezt így műveltem, meg csináltuk. Sőt, még balettozni is, balettóráink is voltak konkrétan, igen. Szóval, hogy a testünket azért meg tudjuk úgy mozgatni néha, még jobban is, mint egy nő. Jó a mozgás koordinációnk egyébként. Sokszor észrevettem, hogy a mai előadók nem táncolnak annyira jól, vagy nincs olyan jó mozgásuk. És mondtam, hogy figyelj már, négerem van, nekünk van még mindig a legjobb mozgásunk. Mi még a régiből vagyunk, de tényleg ez már valószínűleg már nem annyira trendi, hogy most a rapper srác elkezdett jobba táncolni. Úgyhogy a beszélgetés úgy alakul, hogy veled beszélgetek, Olivert pedig szembesítjük, akkor egy újabb következik. Hallgatlak. Volt egy olyan mondatod, hogy szórakoztató iparnak volt egy része, ahol nem volt egyszerű bekerülni. Hát ez szerintem nagyjából igaz, tehát hogy vegyük úgy, hogy akár színházakba, vagy társulatokba, vagy tévébe, ahol egy kicsit nagyobb publicitást kaphat vagy a munkásságod, vagy a tehetséged. Hát azért oda nehéz bekerülni, ezért valljuk be őszintén, a mai napig összezárnak, és akkor jött a pillanat, hogy mindenki összezár, de én nem is, én szembesültem talán a legkevésbé ezekkel. Inkább a Zotya meg talán, nem tudom, te is talán, de mondjuk te voltál popstar, szóval neked annyira nem. Na a lényeg az, hogy nehezen tudtunk beszivárogni ebbe a szakmába, úgyhogy hogy meglegyen a jelenlét, és akkor azért megszületett a döntés, hogy hát akkor csináljunk egy saját kört, ha nem tudunk sehova odaférkőzni, a kis vállalat. Igen, mert ez volt a baj, hogy tényleg, amit Olcs is mondta, hogy nagyon sok ajtó bezárul egy időben, és hogyha nem találjuk meg a megfelelő utat, hogy nyissuk ki ezeket az ajtókat, akkor igazából eltűnünk a süllyesztőbe, és akkor jött ez az ötlet, hogy attól függetlenül, hogy oké, zenével foglalkozunk, Zotya is musical rock énekesként kezdte, Olcs is folytatta, és mindannyian a zenéhez van, úgy igazából a zenéhez meg a tánchoz van közünk. Ezért gondoltuk azt, hogy mi van, hogyha elindítjuk ezt a Skiton oldalt, és amint ez
ez egy kicsit elkezd népszerű lenni, elkezdjük ráhúzni, beleépíteni a zenei dolgainkat, igen, hogy megmutassuk a nézőknek, hallgatóknak, hogy igazság szerint itt azért nem arról van szó, hogy három hülye gyerek fölveszi a telefonjával azt, hogy éppen mit csinálnak otthon a nappaliba, hanem ezt teljesen tudatosan kezdtük el építeni. Már az eleje az ez volt, mert ha jól tudom, akkor ilyen baráti összejöveteleken csináltatok videókat, és akkor lett belőle valami. Igen, hát konkrétan tényleg így volt, mert a telefonnal vettük fel például az első videókat, és ez már egy régi old school sztori nálunk, de hogy az otya nem akarta, hogy kirakjuk ezt a bizonyos meleg van tűz a nap videót, ami berobbantotta az kitonat, és mondta neki, hogy tesó, már de ezt ki fogjuk rakni, ezt ki kell rakni, mert vicces. Ezt szeretni fogják, és muszáj. És akkor kitettük, de hát aznap este ott aztán mulatás volt, mert megláttuk, hogy milyen számok jönnek, ott elkezdett pörögni az oldal. Az egy nagyon-nagyon jó érzés volt amúgy. És onnantól kezdve tudtuk azt, hogy akkor innentől ezt komolyan kell venni, és még 10 lapáttal rátoltuk. De nálunk ugye nyilván most beszélünk a zenéről, de hogy nekünk ez lényegesen szerteágazóbb, hogy mit szeretnénk csinálni. Tehát nem véletlenül kérdezem, még kisfilm, nagyfilm, ilyen-olyan reklám, gyártások, videoklip készítések. Mindenre nyitott vagyunk, és nem zárkózunk el, és ahogy még itt mikrofonon kívül beszéltünk, hogy soha nem dőlhetsz hátra, nem jöttél meg, mindig van hova. Kell, hogy legyen célod, új és új. Hiába van jachtod, meg helikoptered. Igen, egy helikopter. Hát nem véletlenül van az, hogy tényleg, hogy nem, mi sem kényelmesedtünk bele abba a Skitonnak a sikereibe, hanem itt mindenki azért a maga módján építi emellett a saját karrierét is. Az otya például a filmes, mert ő egy tehetséges, ő színész. Én őt inkább színésznek apostrofálom, mert nagyon jó színész. Uh-huh. Az Olivier nagyon jó előadó, viszont a technikai háttérmunkát, abban tényleg hát amit ki tudunk bontani, tehát hogy én inkább komplex gondolkodású vagyok, tehát nehezebb, bonyolultabb történeteket jobban könnyebben fel tudok építeni. Tehát nálam inkább az írás, a gyártás, vezetés, a rendezés, operatőri munkák, de azért említsük meg a Gábort is, aki, bocs, hogy szakítottam, attól féltem, hogy keveset mondasz majd magadról. Ja, mindig keveset mondok valamit. Igen, és de Gabi egy nagyon jó, amellett, hogy egy jó előadó, énekes és rapper, de dalszerző is, tehát szövegíró is nálunk ő írja a dalok szövegét. És természetesen egyébként forgatásokon azt mondanám, hogy a kis szimbiótám, hogy nélküle nem is érzem jól magam, tehát mindent együtt megbeszélünk, set dizájnokat építünk, megbeszéljük, hogy legyen és miként legyen a következő jelenet, összedugjuk a fejünket, és az utómunkát is úgy végezzük, hogy a Gabi vág, tulajdonképpen neki tök jó ritmusérzéke van, én ilyen kicsit művész gyerek vagyok, és a kettőnk elegye adja ki a nagyobb projekteknek a végeredményét, de tulajdonképpen Gábor, ne haragudj, hogy így neveztelek. Szokott vágni. ez egy ilyen poénán. Ami egy filmes kérdés, hogy többször mondtátok azt, hogy volt, amikor a házban, a saját ingatlanotokban készült a felvétel, mert filmes körülbelül én azt hallom, például a Hódi Jenő mondta, hogy a Hintaszék című film, ami nagyon sok díjat nyert, azt a saját házában forgatták, és azt mondta, hogy soha többet be nem enged embereket a házába, mert ott azt, amit hagynak, azt nem. Igen, erről a páromat kéne megkérdezni. Hát vagy a Nikit. Vagy a Nikit, igen. Hát az a helyzet, hogy az első években azért, sőt, még talán most is, de jócskán az volt, hogy mindig, ahol én laktam, ott mindig forgattuk. Azt annak a háznak, annak minden sarkát ismerhetik a nézők. Igaz. Úgyhogy, de hát az a helyzet, hogy szegény ember, tudjátok, mivel főzne, ugye? Igen. Az a helyzet, hogy mindig azt használjuk, amink van. És pont ettől működik szerintem talán jól a Skiton, hogy most már így 8 év távlatában, mert most már 8 éve működik a Skiton, én azt gondolom, hogy mindig tudunk hova nyúlni. Szóval, hogyha akár egy helyszín kell, akár egy eszke, szóval, hogy felépítettünk egy olyan kört magunk köré, ami tényleg egy bomba biztos kör. Persze mindig találkozunk új emberekkel, és ez pont ettől jó, hogy mindig van alapja annak, hogy valósítsuk meg az általunk kitalált dolgokat. Szóval egyébként hozzáteszem, tehát pont a körről beszéltünk, és csináltunk magunknak egy sajátot, de ez a kör
amit mi csináltunk, nem feltétlenül kéne, hogy működjön, de működik. Tehát sokkal könnyebben beszivárgunk most már bárhova, vagy könnyebben elérjük azt, amit mástól szeretnénk, és tehát jobban fogadnak minket, nyitottabbak felénk. Hát igen, de ez kellett az ez emberek. A nyolc év. De ez annak is idő. Köszönhető, hogy azt mondjátok, hogy 8 év után már elvesztette a hobbi jellegét? Azért ez már több. Szerintem már 3 év után. Már 3 év után. Amúgy, mert hogy tényleg... Ez munkává vált, igen. Hogy nincs ezzel baj, sőt, szóval hogy ez volt a terv, mert attól függetlenül meg szeretjük ezt az egészet, csak már munkaként kell felfogjuk. Hiába hiszik azt a nézők, meg mindig kommentelik, hogy erről kérek egy verfilmet, mert biztos annyit rögtetek a forgatáson. Hát hogy... nem. És nem. Szóval, hogy nem, mert hogy néha már ott vagyunk, hogy oké, vegyük fel a jelentet, legyen meg, kész, oké, már nem az, nem azon pörünk, hogy röhögünk, mert ez már megvolt az első 3 évben szétröhögni. Jó, meg most is szoktunk ilyenekkel röhögni, csak már ez ilyen természetes egy ilyen forgatás. Nem mindig van az, hogy most mekkora hahotázások vannak a forgatás közben, nem profiként próbáljuk fölfogni ezt, hogy tudjuk, hogy mit fogunk leforgatni. Megyünk, leforgatjuk, lepörgetjük, és vágjuk, és tesszük ki. Szóval, hogy ez egy kicsit ilyen robotosnak hangzik, de attól függetlenül nem az, mert a szeretete, ennek a munkának a szeretete az még ugyanúgy benne van a szívünkben, mert hogy mindig is ezzel akartunk foglalkozni, és nekünk ez egy tök jó, azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk. Egyébként az első komment az az lesz, azt megelőzöm, hogy és akkor ti megértek belőle? Biztos, hogy tehát, hogy mert hogyha profin foglalkoztok vele, kiteszi az egész napot, illetve most már hobbin túllóg, akkor mindenkinek ez a főállása? Nem. De amúgy meg igen. Szóval, hogy ez is egy ilyen kettős mérce talán, mert hogy amellett most például az atya is dolgozik, de pont egy olyan munkát, ami nem egy olyan munka feltétlenül, hogy most bemegy reggel a gyors étterembe, és akkor... Ez azt jelenti, hogy home office, vagy nagyon rugalmas a munkája? Nem, mondjuk pont ilyen... Nem mondta, nem? Ilyen... Instruktor. Ó, micsoda szó kell, poliszter után egy újabb... Nagyon szép, drága autókat megy vezetni az olyan emberek, akik kibérlik ezt, és akkor ő az nagyon sülésen instruktorkodik. Olivérrel rengeteg videóklippet, meg ilyen vágási munkákat vállalunk emellett, szóval mi meg műsorgyertások, meg hasonló. Igazából pont kint beszéltük, hogy mindenki podcasttel mi is szeretnénk. Csak én olyan témákba szeretnék belenyúlni, amiért lehet, hogy megölnek. Mondj egyet. Nem, de nyugodtan. Tehát, ami a legkevésbé horzsol. Ez most közhely lenne, amit mondok, tehát a világ valós helyzete az, ami az illúzió, amiben élünk, illetve ami azt gondolom, hogy kb. A 95%-a, amit látok és elhitetnek velem, nem igaz, és a maradék 5%-a az, amiben itt lepselünk. Ez kicsit mátrixosan hangzott. Hát ez élünk egy ilyen bináris rendszer. Egyrészt maga a mátrix. Másoknak, tehát mondták azt, hogy Uli, ez szürreális gondolkodás, mondom, az én világomban ez még totálisan reális. A tiédben még a fele ennyi szürreális. De hogy én úgy érzem, hogy mi sokkal közelebb vagyunk az igazsághoz, nyitottabbak vagyunk, és sajnos sújt is minket az a teher, hogy tudjuk az igazságot. Nem hiszünk benne, hanem tudjuk. És azért ez a mindennapokra azért előfordulhat, hogy rányomja a bélyegét, a tudásterhe, ugye boldogok a tudatlanok. De hogy én ettől függetlenül szeretek tudni. És komoly, nagyon komoly témákat szoktunk boncolgatni. Az emberek nem is gondolnák, hogy milyen mélyre és hogy milyen részeit, szegmensét érintjük ezeknek a dolgoknak. Miért nem mertek, vagy miért nem mertek belekezdeni? Mert megölnek minket a francba. nem úgy, hanem, hogy elvesztitek a súlytalan nevetésnek a közönségét, vagy szét lehetne ezt úgy választani? Nem, szét lehet ezt választani. Szerintem, sőt, még talán bele is illik a profilomba, mert igazából azt kitom, miről szól, ha alapvetően nézzük, egy görbe tükör a társadalomnak. Abszolút. És... Alapvetően ezek most csak humoros kis videók. Viszont néha, hogyha az ember egy kicsit mögé néz a tartalomnak, és látja, hogy valakik így gondolkodnak, akkor és van egy kis esze, akkor az levágja, hogy tisztában vagyunk azért nagyjából a világ dolgaival. Persze igazából ezt csak mi gondoljuk feltétlenül, mert hogy az a felső réteg, aki konkrétan mondjuk... De azért dönti, látjuk a kis játékaitokat, szaháziak. Így van, aki eldönti, hogy mi történjen a világgal, azt úgyse tudjuk meg, hogy ez mi van, de talán ezt kicsit felesleges is boncolgatni, mert ahogy Oliver is mondta, tényleg boldogok a tudatlanok, mi egy kicsit talán nyitottabb szemmel járunk a világba, és talán ennyivel tudnám ezt megfogalmazni. De persze azért nem hiszünk el mindent, mert ugye
mondanám azt, hogy én is voltam mondjuk bizonyos témákban friss kezdő, és a kezdő hajlamos elhinni mindent, minden olyan információt, ami szimpatikus neki. A legnehezebb a mai világban szerintem az, hogy a sok információs dezinformáció közül kiszűrd a valóságot, nagyjából objektíven szemlélődni. Ez kell egy komplex gondolkodásmód, hogy át mindent lássál nagyjából, és minden irányból megnézd, de ezt nem csak a saját szemszögedből, mert neked ez a szimpatikus, és nagyjából akkor kaphatsz valóságot. Volt egy ősrobbanás, amit ti annak hívtok, amikor a Comedy Central felfedezte a közértes videoklipeteket, a boltos, hát, bocsánat. Igen. Annak lett folytatása, vagy az így... A Comedy Central... Igen, tehát ott mondtátok, hogy van egy nagyon titkos szerződés. Igen, de hogy igazából utána az folytatódott, vagy elhűlt van a dolog? Hát nem, ott igazság szerint... Ez is egy tök jó kis sztori. Kijöttünk ezzel a bolt videóklippel, és kaptunk egy megkeresést, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk gyártani a Comedy Centralra ilyen rövid videókat, mint ahogy a neten csináljuk. Eleget is tettünk neki, azt hiszem hány, 8? Hát 10? Úgy volt, 20-ról szólt a díj, de ha jól tudom, 19-et tudtunk elkészíteni, 19. És plusz bevették még a Beszabadultunk a boltba című videóklipünket, ami egyedülálló volt szerintem a Comedy Central történetében. Igen, mert a Comedy Central nem játszik videóklipet, és nekünk az egy nagy szó volt, hogy a milyenket lejátszotta. Szóval leforgattuk ezt a 19 darab videót végül is, és... Hát az ott elvágódott az a történet. Ez ilyen bérmunkába kell elképzelni, hogy leadtak egy rendelést, ennyit jártak. Konkrétan igen. Tulajdonképpen ez korán történt, mi erre még nem voltunk felkészülve, most már valahogy máshogy csinálnánk, és ők sem feltétlenül használtak jól minket, de ez egy kis puhatolózás volt, amit úgy érzem, hogy tök jó dolog volt, de csinálhattuk volna ők is, meg mi is ezt mindkét oldalról elrontottuk, igen. Inkább maradjunk annyiban. Jó videó, jók lettek a videók, meg szerették, igen. Meg csomóan írták, hogy látnunk a Comedy Centralon, ez egy tök jó érzés volt, ez nagyon jó. Csak rosszul használtuk egymást, igen. A Comedy Centrallal, akkor inkább tényleg maradjunk talán így ennyiben, és ez a legkifinomultabb válasz erre. A durva az, hogy kitapostuk az utat, de soha többet nem jártunk rajta. Igen, tényleg. Mert amúgy ebből lehetett volna még, csak, sőt, volt is róla szó, hogy lesz majd még, csak aztán itt megint csak emberi dolgok miatt egy kicsit azért így arrébb ment. Ezeket a kudarcokat az Oliver éli meg a legrosszabbul? Nem, amúgy szerintem egyikünk sem. Mi ezt nem kudarcként. Igen, erős volt a kudarc. Nem, ezt nem is kudarcként éljük föl, sőt, ezt sikerként éljük meg, hogy a Comedy Central magától megkeresett egy netes amatőr csapatot, hogy gyártsanak film minőségű kis videókat a televízióba. Ez nekünk egy rohadt nagy falat volt az elején, viszont eleget tettünk neki, szerintünk jól teljesítettünk, és a Comedy Central is elégedett volt. Szóval hál' Istennek nem az volt, hogy összevesztünk a Comedy Centralt, semmi ilyesmiről nincsen szó. Csak ez így elmaradt, mert mi is úgy láttuk, hogy sokkal jobban megéri nekünk az, hogyha inkább a saját a neten erősítjük magunkat, mert hiába televízió, minket a neten követnek több mint 600 ezeren a Facebookon meg. Igen, szóval, nem mondom, hogy rossz lett volna egy saját kis félórás műsorból a Comedy Central égisze alatt, de hát nem így jött. Igen, csak a Comedy Central már tudod átment, aztán ők váltottak, ők már átmentek az inkább a humoristákra. Én meg nem tartom magunkat humoristáknak, mi nem stand-uposok vagyunk, hanem mi másból dolgozunk. Ez egy teljesen más műfaj, ezt meghagyjuk a Denisnek, meg egy a... valós tartalomgyártók vagy. A Lakatos Lacinak. Igen. Szóval, hogy ők azok, mi tartalomgyártók vagyunk. Csak azért kérdeztem az Olivért, bocsánat, hogy szóval várok, mert ő ugye, ahogy többször kiderült, akkor is küzd, amikor már tudja, hogy semmi értelme nincs a hát csocsóasztalnál, ha 9 óra bukásra állok, már nyertünk 10-9-re onnan, szóval igen, sosem adom fel, persze, dehogy is. Nem is szabad, így van. Magánéletben sem? Hát attól függ. Nem mindig ismerem fel, hogy már el kéne engedni, lehet. Hát ez meg nő téma, az meg nem más. Igen, de a nő témát azt mondtad, azt ne érítsük. De mindig rájövök, hogy beszélhetünk róla, és nyitottan, őszintén fog beszélni, de aztán a végén rájövök, hogy hát ebben csak rosszul jövök ki. Mert női rajongók nem kimélnek, engem inkább csak egyetlen egy dolog érdekel, a Gábortól ezt nem tudom megkérdezni, hogy neked az évek alatt, mondjuk 8 év szkiton alatt változott a női ideálod?
Nekem? Igen. Azt hittem Gábor. Nem, Gábor, tudod, ezt nem engem megkérdezni. Ja, nem tudom, hogy változott-e a női ideálom? Igen. Hát, vagy ugyanúgy, mint, tehát ilyen menzás vagy. Tehát, hogy... vannak bizonyos kritériumok, de van amikor méreten alul lövök, előfordulhat. Rájöttem, persze, mivel férfi vagyok, a szememen keresztül ugye az első impulzus, a lányokat meg a fülükön keresztül, ez nagyjából nálam működik, kb. Na, vigye, várjál, újra kell fogalmaznom az egészet. Nem, hogy nekem egy fontos, nagyon fontos dolog van, hogy ne idegeljen ki két hét alatt, és hogy kevés az. Ez mindenkinek az kevés, fontos. Hogy, így van, hát nem mindenkinek. Kevés az, hogy szép, mert valaki a kirakatot szereti, érted? A szőke üléshúzatot, hogy meg se szólalj benne meg inkább. Anya, tehát én azt nem viselném el, mint hogy te se valószínű, hogy túlélnéd. Nem. Hát hogy... hiába szép, hogyha Dili. Igen, megváltoztak szóval, hogy... az igényparaméterek, ha lehet így fogalmazni. Igen. Meg az, hirdetés jellege volt ez. Igen, egy kicsit, igen. Meg amúgy azt szoktam pont azt szoktam mondani Olivernek, hogy ő most úgy viselkedik most ez a pár év alatt, mint én 15 éve ezelőtt, amikor jártuk az országot, és minden hétvégén más csaj volt, meg mit tudom én. Szóval ez mennyire fárasztó egyébként. Borzalmas fárasztó. Igazából tök megnyugodtam egy ideje már. De amúgy tényleg. Egy fél órája miatt a bejelentés. Csak annyi, hogy szombaton három csaj volt fönt nála, és együtt bulisztak a lakásba. De nem azok a barátaim. Ők a barátaim, tudom, a fiúknak teljesen máshogy nőttem fel, nekem mindig nagyon sok lánybarátom volt, és ha a férfi, egy fiú meglát nálam most három bulizó lányt, azt hiszi, hogy mind a hármat megint, de kemény. Na, hát nem igazán, ők a barátaim. Neked, te vagy a lelki szemetes ládájuk, biztos, tudod. Is, de... Szóval ez érdekes, kicsit megnyugodtam. Nem azt mondom, hogy nem tör ki soha többé ez a gejzér, de most nyugi van egy kicsit. Ez a tavaszi nyugodtság. Csú, elkezdtem izzadni a témától, mert azt hittem, hogy ezt szóba kerülnek a dickpikek, amik valójában én hoztam föl. Hogy olyanokat is kapok. Várjál, még tudja, még mi volt olyan a tarsolyban. A Gábortól egy dolgot tudok kérdezni, hogy az ember, ha kell, kutya imádó lesz, és bár lesz, egy nőért sok mindent megtesz, de a kutyára mindig azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen főpróba a gyermek előtt. Igen, abszolút, sőt, most már három van, úgyhogy... Igen, úgyhogy most lehet rájuk csokot igényelni, igen. Abszolút, tényleg szerintem az, de ezt szerintem Oliver is tudja, azért egy kutya az nagyon nagy felelősség, abszolút. Nem akkora, mint egy gyermek, az természetes, de azért már helye közel ott tartunk, sőt, amennyit pénzbe elköltünk rá talán, mindegy is. Imádom a kutyákat, igen, de azért jobban örülnék, hogyha most már lenne egy kis gyerkőc. Igen, a gyerekesek nem szeretik ezt hallani, hogy ugyanolyan, mint egy kutya, fel vannak háborúban. De azért nagyjából úgy gondolom, hogy persze egy gyerek sokkal nagyobb felelősség, mert mégiscsak az ányékod gyümölcse, arra jobban vigyázol, de ha valaki élt együtt komoly kutyával, mondjuk 3 éves koráig, akkor tudja jól, hogy ez borzalmasan kemény tud lenni, hogy szigorúnak, következetesnek kell lenni, ugyanúgy a fejedre nő, mint a gyerek. De egy gyereket persze jobban el tudsz rontani. Abszolút. Igen. Sokkal. Igen. Szóval, hogy a kutyabarátok vagyunk, abszolút. Viszont, és nagyon jó, hogy jogosítvány autóra, sajnos gyerekre nincs, sajnos kutyára nincs, pedig kéne. Kéne, amúgy igen, de konkrétan igen. Alapvetően otthon ti nagyon régóta, 8-9 éve vagytok már együtt? A párommal? Most lettünk 10 évesek, képzeld el, februárban. Ja, hát ez már gombózból is. Mindenki fuffog. Igen. Ennyi idősen egy buta kérdés, hogy nem nyaggat az esküvő, hogy már volt esküvő? Dehogy is. Dehogy nem, de és igaza van. Nem fogja hallgatni, mondj nyugodtan. Nem fogja, jó, akkor nem. Akkor ha most ezt nem hallgatod, nem. Az a helyzet, hogy az utóbbi években, 2015-ben kezdtük el a skiton, nekem akkor adt meg édesapám. Uh-huh. Mi akkor már együtt voltunk a párommal, már akkor is már azért két-három éve, igen. De valahogy így mindig az volt bennem, hogy előtte meg kell csinálnom a karrieremet, még mielőtt bármibe is belekezdünk, mert hogy most nekem ez a papír, ez nem számít. Én tudom, hogy szeretem őt, és tudom, hogy most már vele fogom lenni az életemet, itt nincs kérdés. Szóval, hogy ez így lesz,
Most az időpont, az meg még nem tudom. Szóval, hogy az úgy még lóg a levegőben, de abszolút terve van, és ezt ő is tudja, csak hát persze mindig kapok ilyen vicces megjegyzéseket így másfél óránként. Ez kb. Meg nézd, milyen cuki gyerek ruhát néztem. Ja, igen, persze, kapom. Az a lány is fehérbe van, nézd. Ja, igen. Nem sokára jön egy hasonló videónk is majd, fehér ruha, mi teszem. Ja, igen. Szóval, hogy de attól függetlenül, hál' Istennek azért tudja, hogy mivel foglalkozom, tudja, hogy milyen az életvitel, és hál' Istennek, hogyha eddig kitartott mellettem, akkor egy ilyen nőt el kell venni. Sőt, hát napi részese, hiszen a hölgyek szépen lassan belettek kapcsolva ugye a műsorokba, vagy abszolút, hát a videóba. Abszolút, igen. Hát a szóval párom... alakult így? Ők azt mondták, hogy szeretnék magukat kipróbálni, vagy ti mondtad, nem, hogy kell? Nem, nagyon nem. Kell egy csaj, gyere, nem. Kell egy csaj, először női kézzel indult, hogy kell egy női kéz, kéne valaki hátulról, hogy látszódjon, hogy hosszú haja van. Jó, akkor már mondj már egy-két szót is, Léci. Jó, akkor szerepel. Jó, jövő héten el tudsz jönni? Pont és akkor ez nagyjából kb. Így belefolytunk. Hát a párom az első videóban például ő még szerepelt amúgy némelyikbe. Aztán utána jött a Kokniki. Ja, Niki. A Niki jött. A reklám volt talán az első? Igen, volt. Vagy... Hát az a paró reklám projekt csináltuk, ott meg elkezdtünk vele dolgozni, és aztán jött a Kriszti. De sokkal később. Sokkal később. Szóval hogy az első csajok a videóinkban az én párom, a Dalma, meg a Kokniki. A Kriszti nem is akart szerepelni? Ő egyáltalán nem. És ott volt, amikor valakinek a nagymamája szerepel. Az én nagymamám. Az én nagymamám. PlayStation-e vagy valami? Kis Magdi mamám, igen, így van. Most festettem végén a lakását, úgyhogy... Azt hittem a haját. Nem, a lakását, bárcsak a haját kellett volna festenem. Igen, ő is szerepelt, hál' Istennek egy nagyon jó fej nagyi, nagyon nyitott, meg nagyon fiatalos ahhoz képest, hogy egy nagyi, meg bevállalós, szóval, hogy benne van minden jóba az unokája kedvéért, úgyhogy... Nem csak a környezetetekben élőket, hanem az eszközöket is bevonjátok. Én például emlékszem egy debreceni rablásra, hogy Szejcsen Tó szerepelt a... Az kinek az autója volt? Az enyém. A polihisztori. De jó van. Igen, mert azt te is vezetted, tényleg. Szívja a véremet, de úgy multitalentum mellettem, érted? Igen, enyém volt a Szejcsentó, és amikor megláttam ezt a rablást, nagyon sokan elküldték nekem ezt neten, hogy figyelj, Oli, te voltál? És mondtam, és a srácoknak hallod? Hát ezt meg kell csinálnunk, hát én voltam, vagyis hát mi voltunk. Igen. És a baj az volt, hogy ott ketten szerepeltek a rablásba, és ugye összeültünk a Gabival, és na oké, hogy szerepeltünk ebbe hárman? És akkor nagyjából elkezdtünk ötletbőrzézni, és úgy vettük bele a harmadik embert, hogy kitaláltuk, hogy ő elbújik majd ott, és aztán na mindegy, lényeg az, hogy én bajba is kevertem magam, mert hozzászóltam egy délhíres cikkhez, aztán... hogy jól vagyunk, hogy a híresztelések ellenére jól vagyunk, ezt a képet felkapták, és aztán a keresztapám az Debrecen környékén lakik, és azt mondta, hogy a fiad anyámnak mondta a keresztapám, hogy a fiad mibe keveredett, mert benne van a Délhírben. Na hát ezek a megtévesztő szalagcímek. Igen. Hát tényleg sokan elhitték, hogy azok mi voltunk. A népszerű humorista belekeveredett. Igen. De az egy jó kis lecsapás volt, mert ott gyorsan reagáltunk egy olyan történetre, amit meg tudtunk valósítani, mert pont egy olyan ugyanolyan autója volt Olivernek, és hát nem volt kérdés, hogy ezt megcsináljuk, vagy nem. Az egyetlen videótok, ahol volt egy nagyon erős áthalásom, van, amikor letepernek téged a földre, és azt mondod, hogy én egy egyszerű kis szaros influencer vagyok, még be is húgyoztam. Van egy Arnold Schwarzenegger film, ahol áll egy magát kémnek kiadó autódíler, és Ez melyik film? A True Lies. És ott azt mondja, hogy én csak egy autódíler vagyok, és ott mutatják a nadrágját, és annyira éreztem, hogy úristen, ez nagyon jó. A titkos ügynök, igen. Ez a két tusz között. A zseniális a film. Jamie Lee Curtis-szel elhívni a csávó, hogy ő titkos ügynök. És annyira jót rögtem, meg ugye letepernek, és visszajött ez a szinte magyar szinkronként. Hát ha beparázol, mented az életed. Az nagyon jó volt. Volt olyan, azt olvastam, hogy Campus Fesztiválon léptetek fel? Sőt, még egy indulót is írtunk. Igen, és zavarbejtően felkészült vagy. Igen, de tényleg. De tök jó. Igen, voltunk a kampuszon, és a gépész karnak
írtunk konkrétan egy ilyen gépész indulót, nótát. Ezt elő is adtátok a live, valahol még egy ilyen, ha kell, jövünk, fűtés, nem tudom. Nem, az nem az, az nem az, az egy másik projekt, az egy teljesen másik projekt. Igen, az egy klímás cégnek volt. Sándor József Benedekre gondol. Az egy teljesen más, a kampuszos az pedig egy tényleg egy ilyen specifikus induló lett nekik a gépész karnak gyártva, mert minden ilyen karnak volt valamilyen himnusza vagy indulója, és akkor az övék ami dalunk Igen. lett, és akkor ott forgattunk velük egy zseniális videóklipet, ott hatalmas buli volt, ott több száz tanulóval, szóval, hogy nagyon jó hangulat volt. Vonultunk az utcán, ott több százan ilyen fáklyákkal, közben nyomtuk a zenét, este meg még bulisztunk is velük, felléptünk, úgyhogy szeretjük az ilyen projekteket, mert ezek mindig ilyen szerelem projektek, új embereket ismerünk meg, rengeteg új embert, és mindig jó bulikba keveredünk valahogy. Nem, én sem értem. A Zoli meg a Kriszti, amikor itt voltak nálam, akkor azt mondták, hogy régebb óta terveztetek egy ilyen Papp Lászlós, vagy valamilyen nagy meg... Az otya meg a nagy álmai. Wembley-be. Mi volt a leg? Tehát most a kampusz csak azért is hoztam föl, hogy azon kívül, hogy a sztori is nagyon jó, hogy mi volt olyan fellépés, amire azt mondtok, hogy na, az brutál volt. Ez pont Debrecen. Hát a kampusz fesztivál az nagyon, meg volt a, hol volt a Mezőtúr East Fest, az East például Festen, az zseniális, is volt. Zseniális volt, szóval szeretjük. A fesztivál szezonokat ki nem szereti. Szóval, hogyha már meghívnak egy ilyenre, az már egy tök jó dolog, és hogyha rengeteg embernek adhatod elő a dalaidat, az meg egy még inkább felemelő dolog tud lenni. Úgyhogy az ilyeneket nagyon-nagyon szeretjük, de tényleg ami a legkiemelkedőbb volt talán a Skeetonnal, az a Campus Fesztivál, igen, meg ez de igazad volt, az East Fest az tényleg nagyon jó volt, ott egy sátorban volt, nem a fő nagy színpadon, ja, de tele lett a sátor. Mi képzeld el úgy, hogy először kimentünk, még fél óra volt a fellépésig, és benéztünk a sátorba, egy lélek nem volt. Nagyon para volt, és előtte olyan szink volt, hogy volt ott. Előtte valamilyen kis beszélgetős műsor volt a sátor, és akkor most itt csináljunk jó bulit, tudod. Na most itt a fő van adva a lecke. Hátra mentél egy pálinka. Whisky volt, de igen. De hátra mentünk, igen, és akkor azt vettük észre, hogy elkezdett ott szivárogni be a tömeg, és így fullra megtelt a sátor, és egy akkora zseniális érzés volt, tök jó volt, mert ott azért ismerték tényleg a dalokat is, úgyhogy ez jó volt, ezeket szeretjük, és az a helyzet, hogy ha már erről beszélünk, és akkor mondom ezt a kamerákba is, hogy a Skeeton egy zenei produkció is, kérem szépen. Szóval, hogy zenei produkció is vagyunk, és nagyon szívesen megyünk bárhova fellépni és műsort csinálni. Nem csak rövid videókat gyártunk, hanem zseniális, színpadi partit tudunk csapni bárhol, hogyha arról van szó, igazol? Szóval kérdezik, hogy miért nem jöttök Debrecenbe, vagy mikor jöttök Nyíregyházára? Hát te sokkor, amikor odamész a polgármesterhez, vagy valami műsorszervezőhez, azt mondod, hogy ezeket a nyomorultakat hívjuk el ide, és akkor leszünk. Szóval nem olyan ez van, hogy majd leugrunk, és akkor majd lejöhettek. Sajnos ez nem. Igen, ez volt a promó helye. Ez volt a promó helye. Sokan nem tudják rólunk amúgy. A Covid előtti megpróbáltunk ezzel elindulni, és pont bejött a Covid, amikor úgy éreztük, hogy annyira jó a ritmus érzéked, ezt fel akartam hozni, hogy igen, ott az neki nagyon meg agyon csapott minket ez a Covid, és nem azért, mert elkaptuk a vírust, hanem alapvetően mint az embereknek a nagy százalékát, hogy pont akkor indult volna nekünk egy olyan turné azon a nyáron, hogy ott leszakadt volna a fejünk szerintem, de az nagyon jó lett volna, csak hát itt mindent keresztül húzott az élet. Vagyis hát legalábbis azt hiszük, hogy az élet. Nem, persze. Ezért is most már azért erre az évre be vagyunk tárazva dalokkal. Most jött ki a legújabb, az Online Love, amit ajánlok mindenkinek a figyelmébe, mert megint csak egy erős társadalomkritika lett szerintem. És ezen kívül most még jön, még, ami biztos kettő, egy filmzene, pont az Otyáiknak az új filmjének az egyik dala, azt a legény búcsú extra. A legény búcsú extra, igen, annak a... Az egyik annak, betét dala, remélt ez már nem 5 millióból készült, hanem ez már egy nagyobb költségvetésű film volt. Igen, az összegeket nem tudunk, mert itt ez nekünk nagyobb költségvetésű. De ez már, itt erre már volt büdzsé, igen, és valami elég fasz a dolgot alkottak biztos a srácok, mi még
még nem láttam. Kimondtad, hogy faszad, de majd most engem is kisipolnak. Igen. Szóval, hogy annak is az egyik dalát azt mi írtuk, és az egy... Te írtad, Gábor, írtál egy rohaslágert. Szeretem megosztani a sikert másokkal. A dalszöveget azt abszolút azt én írtam, meg az ének melódiát, stb. Viszont ez egy közreműködés lesz egy másik előadóval, amit még nem lövök le, ki az. Mert az utána következő dal is egy közreműködés lesz, egy elég neves azt DJ-vel. Lelőhetjük szerintem. A Lotfi Begivel lesz egy dalunk, ami szerintem elég jól sikerül, csak most ez már... azért, hogy minél gyorsabban elérjétek azt a fajta inger küszöböt, hogy meghívjanak rendezvényekre, és populáris arcokkal dolgoztok együtt, vagy ismert arcokkal. Muszáj. Hát, járható bút. Az a helyzet. 600 ezer követőtök, igen, is imádnak. Igen, de azt tapasztalom, én legalábbis, ez most csak az én véleményem, hogyha nem kerülünk be valahogy a zenei körforgásba, és mondjuk tényleg csinálunk közös dalokat ismertebb zenészekkel, előadókkal, akkor nagyon rögös az út, de az sem mindig kifizetődő, hogyha csak azon akarunk fölkúszni, hogy akkor majd itt ilyen feat-ekkel kúszunk fel mások által, mert ez nem működik feltétlenül hosszú távon, hanem mi keressük pont azokat az embereket, az olyan előadókat, akikkel tényleg szívesen dolgoznánk együtt. Működik a szimbiózis. És működik a kémia együtt, és tudunk tényleg egy jót alkotni. Nekünk ez a cél konkrétan. Az meg, hogyha bekerül a felkapott trendingbe, és hívnak is fellépni miatt, az már csak plusz sikert jelent. A tévékben, rádióban, meg semmi blablabla. Ez teljesen visszaigazolja azt, amit az első rész végén mondott az Oliver, hogy semmitől nem zárkozunk el. Nem, hát, nem. Ami szóval horzsol, az hagy jöjjön, és igen, akkor haladjunk előre. Igen. Mert hiszen ti nem fogtok elmenni egy tehetségkutatóba. Nem, hát, az nem a ti műfajotok. Bár az Zoltán volt már, de... Az nem az igen, volt, volt, az hogyha volt egy együttes. Igen, hát igen, ő éneklésre próbálkozott énekes. Ott bent, igen, igen. De nem hiszem, hogy nem. Nem ez az utunk, nem ez az utunk, az a helyzet, hanem tényleg én azt gondolom, hogy szerintem 8 évvel ezelőtt megtaláltuk az utunkat, csak annyira göröngyös, hogy nehéz rajta haladni egyenesen, ezért mindig egy kicsit kacskaringósan megyünk, de mindig előrefele tartunk, és szerintem pont ez a jó felfogás, hogy nyomni kell, amit lehet. Marketingben építkeztek folyamatosan. Segítsetek egy kicsit, mi az, hogy Skiton Klub? Mert szerintem egy csomóan nem tudják. Hát a Skiton Klub az konkrétan igazság szerint... Hát erről most nem tudnánk. Az most egy, az is egy reklám miatt készült, de ezt így nem emlegetném úgy, mint Skiton Klub. Én találtam egy olyat a weboldalon, ahol különböző kedvezményekes... Igen, na pont ez, ebben nem akartam úgy belefolyni, mert igen, ez azért... Akkor ezt hagyjuk, mert hogy most nem tudunk látlelet. Igen, nem tudunk róla úgy beszélni, hogy abból... Tehát tényleg nem tudunk. Igen, mert inkább úgy mondanám neked, hogy nincs Skiton Klub, hanem Skiton család van, és ebbe a családba beletartoznak a legrégebbi rajongóink is, szóval, hogy mi ezt az oldalt úgy kezeljük, mint hogyha ez így mindenkié lenne. Valahogy, szóval, rajongó szót kiejtetted, mennyire tudjátok azt feldolgozni, hogy utcán oda mennek hozzátok. Szerintem hozzátok mindenki mosolyogva megy oda. Igen, tehát, és ez a durva, hogy... Ez a jó. Ez elhatalmasodott már. Hogy ez egy annyira jó dolog, mert én előtte is nekem volt ilyenben részem, de a Skitonnál például tényleg az van, hogy itt nem nincs szó féltékenységről, irigységről, meg utálatról, hanem jó ízűen mosolyogva jönnek oda, és lekezelnek, és mondják azt, hogy imádom, amit csináltok, és hogy ne hagyjátok abba. És ezek mindig olyan pozitív visszaigazolások, hogy tudjuk, hogy ez egy jó dolog, amit csinálunk, és az embereket, hogyha meg tudjuk nevettetni, és ebbe a nyomorult világba egy kis vidámságot tudunk hozni, akkor ez nekünk már szerintem egy tök jó dolog, ez egy nagy öröm. Igen. Ez a 8 év alatt ez így elhatalmasodott, észre se vettük, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon terhes is tud ez lenni. Tehát tényleg majdnem mindenki. Hát volt már olyan, hogy tele volt a számka, jártam egy ilyen gyors érdelemet, tudod, és akkor egy közös fotót lehetne, haver létszél. Legalább ezt a falatot hadd egyen meg, várd meg. Azért a közönségnek fel kellene nőnie. Tehát, hogy a szocializálni egy hollywoodi. Se ezt kezelni azért, szerintem ez nagyon nehéz, mert minthogy mi megtanultuk kezelni, de ő honnan tudná ezt kezelni, nem mind... Na. Neki nem az a dolga, hogy kezelje ezt. Volt olyan extrém, amikor azt mondták, hogy ne köztet, tehát most volt, ne. Volt, volt, volt olyan is, aki rémparaszt volt, és azt hitte, hogy vissza fogom fogni magam, és hogy majd kedves leszek vele, de nem voltam az.
nem vagyok én mindig jó fej, főleg, ha nem jó fejek. Hát igen, amilyen az adjon Isten, olyan igen, a fogadj. Én amúgy sem vagyok az a visszalépek típus, próbálom persze nyugodtan kezelni a helyzetet, de ha beleállnak az arcomba, én nem fogom elhúzni az orromat. Persze. Remélem, hogy itt az adjon Isten az én oldalamról az abszolút, jó volt. Abszolút. Az ég én... áldjon téged. Igen. Isteni, tudnánk még tovább egy órában is beszélgetni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Mi is nagyon köszönjük. Szerintem egy csomó jó dolgot megtudtunk rólatok, és ezt majd még megismételjük. Tartalmas köszönjük. Beszélgetés volt, úgyhogy tényleg köszönjük. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. Sziasztok. Találkozunk a jövő héten.